Futó szanagon befőttes üvegekben gördül le a csemege uborka a Mária Pócsi konzervgyárban. Itt pedig már raklapokon lefóliázva a termék szállításra várva. A raktárban a megybefőtt is halmokban áll, mivel azonban utóbbi növény betakarítása tavaly mintegy két héttel megcsúszott, sok uborkát nem tudtak felvásárolni, hiszen még javában folyt a megy feldolgozása. Nem csak itt alakult ki ez a helyzet, más üzemekben is a megyében, ahol mindkét növénnyel foglalkoznak. A kárba veszett uborka mennyiségét pedig növelte, hogy az előző igen rossz évhez képest átlagosan ötödével több termet belőle a kedvező időjárás miatt. Július nagy részében a konzervgyárak a megy feldolgozásával voltak elfoglalva, ellenben pont konzervuborkából a kedvező időjárás okán éppen ekkor volt mennyiségi dömping. És mivel egész Európában a kedvező időjárás okán nagyon jó termés volt konzervuborkából, ezt a többletet, amelyet a hazai konzervgyárak a megy torlódása okán nem tudtak felvenni, a külföldi piacokon sem lehetett levezetni. Ennek következménye volt, hogy a hazai uborka 20-30%-át le kellett selejtezni ebben az időszakban, ami szezonálisan 10-20%-os kárt okozott. Ezt azonban alapvetően nem a termelők viselték. A kereskedők, a tészek, az integrátorok a leszerződött árat nagyobb részt kifizették a termelőknek, és azt a 10-20%-nyi veszteséget gyakorlatilag az integrátor, a kereskedő nyelte le. Ebben volt nagyon nagy szerepe annak a kormányzati segítségnek, mely emlékeim szerint 150 millió forintos összeg, amely a kereskedőket, az integrátorokat kárpótolta részben, vagy jelentős részben a kieső károkán. Vagyis mivel ez a kár alapvetően nem a termelőkön csapódott le, és mivel a tavalyi évjárat, időjárás és még az árak szempontjából is elég jól sikerült, talán bízhatunk abban, hogy a termelői kedvet nem rontotta tovább. Az elmúlt 10 évben csökkent a hazai konzervuborka termőterülete, jelenleg mintegy 3-400 hektáron termelnek konzervuborkát, szinte már csak Medjingben, ezen belül is főleg a szatmári térségben. Itt azonban fontos az uborka termesztés vidéki lakosság megtartó szerepe, sok család számára jelentős jövedelem kiegészítés. Mintegy 1500 vállalkozás foglalkozik a növénnyel, nagy része családi vállalkozás. Tavasztól korra őszig körülbelül 5-7 ezer embernek ad munkát. A gazdákat sok időjárási kár sújtotta az elmúlt években, 2018 és 20 között nagyon hektikus volt a termés. A Fruit Web elnöke szerint általában, ha az időjárás jó, akkor piaci vonalon lehetnek zavarok, ritka, hogy mindkettő jól alakul.